Szombaton a ködös idő ellenére is sokan látogattak el a keszthelyi Balatonpartra. Családok, baláti társaságok sétáltak a mólón, többen közülük nem helyi lakosok, a környező településekről, megyékből érkeztek a városba. Ez a tendencia az elmúlt hétvégéken is megfigyelhető volt, így az önkormányzat úgy döntött, hogy kötelezővé teszi a maszkviselést a labdarúgó pályától a Helikon szállóig terjedő területen. Egyetértek vele, mert hétvégén tényleg nagyon sokan vannak, főleg szép időben itt a parton, úgyhogy szerintem ez egy jó döntés. Én helyesnek tartom, és eddig is mindig maszkban jöttem le. Idős ember vagyok, és vigyázok magamra. A Balatonpartra látogatókat szombaton már tábla is figyelmeztette arra, hogy kötelező az orrot és a szájat eltakaró maszk viselése. Voltak olyanok, akik a táblát látva visszamentek az autóhoz a maszkért, de sokan a rendelet ellenére sem viselték azt. A megkérdezettek azonban egyetértettek az új szabállyal. Elmondták, a hétköznapokban is fokozott figyelmet fordítanak a védekezésre. Szerintem megéri, mert nagyon sok ember van most is kint itt a ködös idő ellenére, és azért jobb, hogyha az emberek nem kontaktálnak annyira. Nagyon jó a vírus ellen. Nagyon hordják, mind a környezetünkbe is állandóan mindenki viseli. A Balatonparton már a tavasszal is hoztak korlátozó intézkedéseket, akkor a parti sétányokat hétvégenként lezárták. Most nem akart ilyen drasztikus döntést hozni az önkormányzat, ugyanakkor fontosnak tartják, hogy csökkentsék a vírus terjedésének a lehetőségét. A szabályok szerint a veszélyhelyzet fennállása alatt pénteken 14 órától vasárnap 20 óráig kötelező a maszk viselése. Jelenleg nagyon kedvező a járványügyi helyzet Keszthelyen, de szeretnénk, hogy ez így is maradjon. Így arra kérjük a hozzánk látogatókat, illetve a helyi lakosokat, akik ide lejönnek, hogy tartsák be az előírásokat. A veszélyhelyzet végéig minden pénteken 2 órától vasárnap este 8 óráig kell maszkot viselni itt a Balatonparton, a Csík-Ferenc sétány labdarúgópályától a Helikon Hotelig. A maszk viselése alól mentesülnek azok, akik sporttevékenységet végeznek a parton, a fitnessparkban azonban a korábbi rendeletnek megfelelően továbbra is kötelező a maszk. Keszthely alpolgármestere felhívta a figyelmet arra, a 1,5 méteres távolság megtartása is kiemelten fontos a vírus terjedésének elkerülése érdekében.